Teltházzal zárult a karácsonyváró ünnepség Pusztahencsén. A településen fontosnak tartják, hogy a mai rohanó világban megálljanak egy kicsit, ezért is hozták létre ezt az összejövetelt. A rendezvényt még évekkel ezelőtt indították el, hagyományteremtő céllal. Egy ilyen pici falu életében, mint Pusztahencse, nagyon fontos közösség formáló, közösség teremtő ereje van egy falu ünnepnek, egy falu karácsonynak. Másfél hónapja, mondhatom azt, majdnem két hónapja készülődünk erre a nagy ünnepre. Picit megmozdult a falu népe. Állítottunk egy nagyon szép falu karácsonyfát. Bor György és Sáfrány Marika volt pusztahencsei lakosok jóvoltából, felajánlottak egy nagyon szép normann fenyőt, amit itt a falu központjában állítottunk fel. Általában a helyi közösségek szoktak fellépni az ünnepségen, de mindig van egy-két meghívott vendégelőadó is. A fellépők a karácsonyhoz és az adventhez kapcsolódó műsorokat adnak elő. Helyi óvodások, általános iskolások, az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub, az Élővíz kórus fog szerepelni, illetve van két meghívott, egy táncos csoport, Baksor, és egy musical énekessel fogjuk befejezni a mai műsor. Az idén már nem terveznek ehhez hasonló összejöveteleket a településen, de jövőre is meg lesz tartva az eddigi összes hagyományos rendezvény. Ezen felül terven van egy kulturális program, ami tavasszal lenne és a farsanghoz kapcsolódna.